November 26-án megtartották a Híres Agórában a ház önállóan színpadra állított karácsonyi előadását, a Diótörő című klasszikus balett premierjét. A kecskeméti általános iskoláskorú gyermekekből és profi táncművészekből álló társulathoz csatlakozott Szemenyei János színművész, aki a darab minden szöveges részletét maga mondja el. A nagyívű vállalkozásról Barta Dórát, a Híres Agóra ügyvezető igazgatóját, egyben a Diótörő produkciós menedzserét, rendezőjét és koreográfusát kérdeztük. Felvételeink november 23-án a próba folyamat során készültek. Mi volt az indok, ami miatt úgy döntött az Agóra, hogy előveszi a Diótörőt és készít belőle egy saját változatot a kecskemétieknek? Kifejezetten fontosnak tartjuk, hogy a gyerekekkel való kapcsolatot a lehető legintenzívebbre hangolhassuk, mégpedig úgy, hogy ajánlatainkon keresztül, vagy pedig nagyon különleges szolgáltatásainkon keresztül szólítsuk meg őket. A Diótörő kiváló alkalom volt, főleg ebben az adventi időszakban arra, hogy mind nézőként és mind résztvevőként egy ilyen nagyon izgalmas kalandba részt vehessenek. Megszólítottátok a város gyerekeit a szereplő válogatások alkalmával. Vajon teljesültek-e az előzetes várakozásaid abban a tekintetben, hogy volt-e elég érdeklődő vagy jelentkező az egyes szerepekre? Volt elég érdeklődő, nagyon sokan érkeztek, nehéz is volt a válogatás igazából. Talán azt nem tudtam kezdetben felmérni, hogy hány igazán táncos lábú kisgyermek fog jelentkezni. Az látszott, hogy adottságilag színpadra való kerülésükben nem lesz probléma, helyesek voltak, kedvesek voltak, nyitottak voltak. A tánc tudásukban voltak olyan hiányosságok, amiket viszonylag rövid idő alatt azért nehezebb föltornázni, bár az én műhelyemben gyorsan lehet fejlődni a táncosoknak, ezt szokták mondani. Valójában ez volt az a kérdés, amit munka közben lehetett igazán tisztán látni. Nagyon sok tehetséges fiatal lett, és nagyon sokak számára ez a kaland, amiben most részt vettek, látható, hogy egy perspektívát is nyitott az életükben. Magyarul nem volt semmiféle előképzettség az elvárásaitokban? Volt természetesen, csak az adottságból, az érkezők adottságaiból építkeztünk. Úgyhogy én magam is, mint alkotó, ahhoz kezdtem el alakulni és alakítani, amiből éppen a lehető legideálisabb formát lehet kivenni. Ugye tudjuk, hogy ebben a mesében a kezdő nagy szalonkép Stallbauméknál egy olyan esemény, ahova rengeteg vendég érkezik tele-tele gyerekkel. Ők voltak azok, ugye, akikből először úgy gondoltam, hogy a jellegét, az ízét, borsát felépítjük az előadásnak, és aztán kiderült, hogy érkeztek nagyobbak is, akik már-már a professzionális táncművészek és a nagyon kicsi gyerekek közti határon olyan szerepeket is meg tudtak formálni, mint például az Egerek világa, ahol egy komplex, sokkal bonyolultabb feladatsort kellett végigcsinálni. Barta Dóra Diótörője mennyire tér el a klasszikus mesétől és attól a klasszikusnak tekinthető változattól, amit hát évtizedeken keresztül játszott az Operaház például? Hát azt mondanám, nagyon sokak eltérnek a Hoffmann mesétől. Tudjuk, hogy egészen más képekkel, egészen más költői tartalommal, talán végkifejletként is más értelmezéssel íródott a mű. Aztán, mikor színpadra került, akkor megteremtődött ez a ma is ismert Diótörő világ, ami látványvilágában, Marika szempontjából egy álomképé, egy sokkal romantikusabb attitűdbe helyezte ezt a történetet. Ezt kedveljük, ezt szeretjük elsősorban. Én mindig keresem a határokat, hogy hogyan lehet mindig a forráshoz olyan módon visszanyúlni, mint például a Hoffmann meséből, ugyan mit tudunk kimeríteni. És megtartottam ezt az operaházi világot, az operaháznak ezt a szép látványvilágát és kedves báját, Szemenyei János segítségével, Drosselmeier szerepébe próbáltam bele tuszkolni minden Hoffmanni egyediséget és sajátosságot, a képességeit, a tartalmát, a mély lélektanát és a perspektíváit egyaránt.
János mennyiben volt e tekintetben kreatív alkotó? Úgy értem, hogy újra írta-e a hoffmanni szövegeket, vagy a hoffmanni tartalmat, vagy többé-kevésbé azért hűségesen lekövette a történetet, hogy azonosítható legyen? Közösen gondolkoztunk azon, hogy mennyire tudunk Hoffmannból táplálkozni, és kiderült, hogy nem annyira. Inspiratívnak tudtuk tekinteni, adaptálni szöveget nem lehetett igazán. Tehát valójában ide kellett íródjon minden egyes mondat és minden egyes sor a szituációkból fakadóan. Kerestük a történet humorát is, nyilvánvalóan a sok szép kép mellett, az ő karakterén keresztül lehetett egy-két olyan kis kontraszituációt létrehozni, ami az ő személyes adottságaiból egyaránt és a magas fokú intelligenciájából egyaránt könnyedén adódott. Úgyhogy én azt mondanám, hogy Hoffmann érzettel, de mégis a gyerekek számára jól érthető nyelvezettel sikerült a prózát kialakítani. Miért pont ezt a csúnya babát? Az összes többi olyan gyönyörű volt, mégis elajándékozta. És mégis ez volt, ami legközelebb állt a szívéhez. Gondosan lefektette, betakargatta. A Drosselmeier figurája ebben az előadásban, én csak sajnos a főpróbából láttam részleteket, úgy jött le a számomra, hogy ő itt konkrétan varázsol, amit az eredetiben talán ilyen módon nem találunk meg. Egy nagy tudású szereplő, az van az eredetiben, hogy Drosselmeier képes szerkeszteni, képes létrehozni olyan dolgokat, amelyek az ő tudásából, az ő széleskörű tudásából fakadnak. Úgyhogy mindig azt mondtam a Janinak, hogy legyen ez a Drosselmeier sokkal dimenziókban tovább látóbb alkat. Itt a mesében nyilvánvalóan, ahogy a babákat szerkeszti, ahogyan létrehozza, amilyen módon az ő tudása az óraművekkel kapcsolatosan, és minden egyébben egy nagyon magasan értelmezhető intellektus képét mutatja, ehhez képest egy nagyon gazdag szívtársul. Talán ez volt számomra az első ilyen forráspont, mikor valakiben ez a széleskörű látás és ez a big picture thinking megjelenik, amikor el tudunk rugaszkodni az élet alapvetéseitől, és fel tudjuk tenni a kérdést, és talán egy kicsit érezzük is, hogy van a mi világunk körül valami olyan értelmezhetetlen tér, amiben egy-két jelzést mi már fogni tudunk. És ebben a erős radarban szerettem volna elhelyezni azt a nagy szívet, ami a Drosselmeierben van. És én ezt hiszem olyan jövőképnek, amit egy fiatal jó halát. Vajon a gyerekek mennyire voltak képesek ráhangolódni arra, hogy élő zenekar kíséri őket? Itt egy nagyon pici ritmusbeli tévesztés is okozhatja azt, hogy széthullik az előadás. Elkészültetek ebben az értelemben is a bemutató idejére? Igen, pont igazából valójában Achilles pontja lehet az előadásnak. Az élőzene egy felnőtt táncművész számára is elképesztően izgalmas kaland, mégpedig azért, mert egy adott karmester éppen adott pillanatából fakadóan határozódnak meg a mozdulatok. Ezt úgy kell értelmezni, hogy mondjuk egy ugrás, ahogyan felugrunk, és a gravitáció hat ránk, az ugye jellemzően mindig ugyanolyan. De ha egy karmester ezt egy kicsit máshogyan támogatja, pillanatok alatt mi arra felugrás pillanatában le kellett volna érkezzünk, avagy már rég lent vagyunk, és még nincs ott a zene. Tehát ezek az érdekességek felnőtt táncosnak is feladják a leckét, nem még gyerekeknek. Úgyhogy itt nagyon komoly szövetséget kellett Holokői Hubával alakítanunk arra, hogy itt a színpadon látottakat muszáj támogatni, és megteremteni azt az alapadottságot, amihez képest egy nyugalmat kap az előadás. Ez sosem lehet gépi szinten megvalósítani, de valószínűleg ez a szépsége egyébként, és ezek a nüanszok határozzák meg, hogy nagyon jelen idejű legyen, nagyon éber legyen egy előadás, tehát másik oldalon meg nagyon sok hozadéka van, de valóban okozott olyat, hogy láttam kikerekedett szemeket, amikor ők úgy érezték, hogy valahogy így nem odaértek, ahova kellett volna. Ezek ilyen bájos pillanatok voltak, szerencsére a premiért nem határozták meg. Mennyire lett ez a mű összegészében bartadórás? Arra gondolok, hogy van egy nagyon sajátos mozgásvilág, amivel hát téged azonosítanak, illetve amit veled azonosítanak. A diótörő pedig egy olyan klasszikus balett, amit spiccipőben, gyönyörű tütükben klasszikus balettesek táncolnak.
eltávolodtam magamtól ebben a tekintetben, tehát az az életút és az a mozgás, szocializáció, amivel rendelkezem, vagy az a kommunikációs csatorna, professzionális táncművészek esetében mindig pontosan tudom, hogy éppen most adott állapotnak megfelelően hogyan tudom a lábukra helyezni és a testükké tenni. Én most nem magamat kerestem feltétlen benne, hanem azt a célt, amit szolgált a diótörő. Klasszikus balettből jöttem, Állami Balettintézet növendék voltam, tehát nekem még egy kicsit ilyen nosztalgikus is volt visszatekinteni klasszikus balett lépésekre, és abból táplálkozni, úgyhogy nem feltétlen az én mozgásvilágom, talán a gondolatrendszerem az, ami inkább befolyásolja, vagy mutatja a diótörőhöz való viszonyomat. A premiért követően még 13 előadást terveztetek. Elég lesz a 13, vagy érdemes már azon gondolkodni, hogy esetleg plusz előadásokat kell műsorba illeszteni? Hát már a premiér előtt kellett gondolkodnunk arról, hogy hova helyezünk el előadást, mert olyan nagy lett az érdeklődés, hogy gyakorlatilag most mondhatni, hogy szinte minden előadásunk teltházas. Igyekszünk valahogy megtalálni azt a módot, hogy ne járjunk úgy, hogy akiket még érdekel, és lehet, hogy vannak sokan, akiket most kezd érdekelni ez a történet, és még csak most fordulunk rá az adventi karácsonyi időszakra, úgyhogy megpróbáljuk megteremteni a lehetőséget, hogy lehessen még diótörőt látni, és mi meg nagyon örülünk neki, hogy többet kell, mint a betervezett játszanunk.